Még csak a markoló és az úthenger tud közlekedni a Nyíregyházát Szatmárnémetivel összekötő gyorsforgalmi útnyomvonalán. A beruházás első szakaszát nemrég kezdte el a kivitelező. A munka 5%-a készült el eddig. Az út nagyon fontos fejlesztés lesz a párciumi Szatmárnémeti számára. Ez nem csak egy magyarországi beruházás, hanem gyakorlatilag bekapcsolja Észak-Parciumot, bekapcsolja Szatmár térségét, Észak-Nyugat Romániát is az európai autópálya hálózatba. Mi is a magunk részéről a romániai oldal a maximális komolysággal állunk hozzá ez a beruházáshoz, és azon a 14 kilométeres szakaszon, ami Szatmárnémeti körgyűrűjét összeköti ezzel az M49-essel, már megvalósíthatósági tanulmány elkészült, régészeti mentesítés megvolt, készül a műszaki terv, illetve a kisátítási korridor, a kisátítási útvonal meghatározásra került, és elkülönítették azokat a pénzösszegeket, amelyek ártalanítani fogják a tulajdonosokat. A szatmári térség számára azért kiemelt ez a beruházás, mert a 49-es utat naponta 10 000 jármű használja, így nagyon balesetveszélyessé vált. Szatmárnémeti, mint a régi megye legnagyobb városa, és azt gondolom, hogy Párcium egyik legnagyobb városa, nagyon közel van hozzánk. Ez akár foglalkoztatásban, akár pedig a cégek együttműködésében is szerepet játszhat. Emellett azt gondolom, hogy a közlekedés biztonságát is meg kell, hogy említsem, hiszen a 49-es nyomvonal végig az 5-ös választókereten jön keresztül, és nagyon kanyargós településeken több mint 10 000 jármű megyen 24 órán keresztül, úgyhogy én nagyon nagy tisztelettel köszönöm a kormánynak, hogy nagyon kevés autópálya épül 2023-ban, az M49-es része lett ennek. Az épülő gyorsforgalmi út a Beregi térség számára is fejlődést jelent. Fehérgyarmat környékéről is sokan tudják majd elérni az autópálya hálózatot. Ha valaki Fehérgyarmatról Mátészalkára, Budapestre akar menni, akkor elég gyakran el szoktak kerülni Mátészalkát, hiszen ahogy képviselőtársam Sanyi mondta, szinte lehetetlen közlekedni az M49-esen a forgalom miatt. Én is, ha tehetem, akkor Vásárosnamény felé megyek, ahol már szerencsére van autópálya. Mi a szatmári térségben élők azért örülünk ennek a beruházásnak, mert így Fehérgyarmatról gyakorlatilag egy település, Tunyogmatolcs után mi is gyorsforgalmi úton tudunk eljutni az ország szívébe, és akár Nyugat-Európába, akár Bécsbe is, vagy Bécsből vissza könnyen el lehet jutni Szatmárnémeti felé, és bízunk abban, hogy ez nem csak egy Nyíregyháza Szatmárnémeti, hanem akár egy Kassa Szatmárnémeti, és akár közelebb hozhatja mondjuk egy Beregszász Szatmárnémeti településeket is egymáshoz. A beruházásról tartott tájékoztatón Lázár János építési és közlekedési miniszter azt mondta, 2026 végére elkészülhet a csak nem 60 kilométeres gyorsforgalmi út. Ez a beruházás azért különösen fontos, mert a kormánynak stratégiai célkitűzése, hogy Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc háromszögből egy új gazdasági övezetet épít Győrhöz vagy Budapesthez hasonlóan. Ez a gazdasági övezet elsősorban ipari övezet lesz, ahol az autóipar és az autóiparnak beszállítók lesznek a meghatározók. Ehhez munkaerőre van szükség, a munkaerőt pedig legkönnyebben úgy biztosíthatjuk, hogyha könnyen jutnak el az emberek Nyíregyházára, könnyen jutnak el Szatmárnémetibe, vagy könnyen fognak eljutni majd az emberek Debrecenbe és Miskolcra. Ez praktikusan azt fogja jelenteni, még ilyen viszonyok között nem tartottam sajtótájékoztatót, de legalább ezt is megtanulom, nehezített műfaj a kormányinfónak. Tehát ez azt jelenti praktikusan, hogy a kormány minden más autópályaépítés leállítása után 2022 őszén egyetlen egy autópálya fejlesztést hagyott jóvá, Nyíregyháza Szatmárnémeti összekapcsolását, ami két részből áll, egy 28 kilométeres szakasz kivitelezéséhez kezdhetett hozzá a Dunaaszfalt, mint egy 175 milliárdos beruházásképpen, és ennek folytatásaképpen egészen a magyar-román határig megépül egy 17,5 kilométeres szakasz szintén 2026-ra, ami 150-160 milliárdba kerül majd. Terveink szerint 2026 végére a román kormánnyal való együttműködés eredményeképpen Szatmárnémeti és Nyíregyháza autópályával kapcsolódik össze, elhárul az akadálya annak, hogy a két térség gazdasági, társadalmi együttműködése megvalósulhasson. Az első szakaszban 28 kilométer épül meg, majd azt követően a Csengerig tartó 17,5 kilométeres rész. A román kormány pedig azt vállalta, hogy a Szatmárnémeti és a határ közötti 12 kilométeres szakaszt építi meg.